Hello, hello! Nos, eljött az ideje, hogy ezt a Navitel R250-es dual kamerát beszereljük a kocsiba. Ugye ez egy első-hátsó kamera. Aki nem látta a kicsomagolásról szóló videót, de érdekli, ezt természetesen megnézheti. Valahol itt fog most megjelenni a linkje fölöttem, de a videó alatt is ott lesz a link. Nos, essünk is neki a beszerelésnek. Tehát előkészítettem a kamerát, kamera fejegység, nevezzük így, és van hozzá egy jó hosszú tápkábel, ami ugye szivargyújtóba kell bedugni, és ezt majd itt körbe elvezetem, de megmutatom hogyan. Először is ezt a kamerát, ugye egy sima, ilyen kis tappancsal a szélvédőre felrögzítjük. A kamerát a szélvédőn, ahová nekünk tetszik, oda rakjuk fel. Én rögtön ide a visszapillantó alá, ugye nálam van egy esőszenzor is, és az alatt rögzítem fel a kamerát így. A pozíciót azt utólag majd a képernyő segítségével lehet beállítani. Nos, a kábelt egyszerűen bedugom. Itt a tükör fölött elvezetem. És ahol az előző kamera kábele is van, szépen a napelemző mögött. Elővettem még egy ilyen kis eszközt, ez egy ilyen kis kárpit feszegető bigyó, ilyet bármilyen autósboltba lehet kapni, vagy a netről lehet rendelni, akár Temuról is. Ennek a segítségével könnyebb szerelgetni, de akár egy teáskanál nyelével is megoldhatjuk. Szépen be tudom fűzni ide a műanyag keret mögé. Nos, itt ez a gumi mögé be fogom tuszkolni végig a kábelt, és itt elvezetem a kesztyűtartó alatt. Az oldalsó elvezetéshez nagyon jól jönnek ezek a kis öntapadós bogyók, amiket a Temuról rendeltem talán 3-400 forint környékén, és ezek ilyen öntapadós kis karikák, amikbe az ilyen vezetékeket szépen így bele lehet pattintani, és így kulturáltan el lehet vezetni, anélkül, hogy meg kelljen bontani itt a műanyag részeket. Persze, hogyha valaki nem akarja a kábelt behúzni a kárpit mögé, akkor nyugodtan egy csomó ilyennel meg lehet oldani, hogy így felragasztani, és akkor úgy végigvezetni a kábeleket. Nos, tehát a kábel innen a kamerától el van vezető így fönn. Fönn a napelemző alatt. Itt az oszlopba be van vezetve. Egészen idáig le van hozva. Itt át van hozva, és ugye kocsinként változik, hogy tudjuk a kalapt a kesztyűtartó alatt elvinni, és nálam itt jön az előző kamera, és szépen ide felraktam a Navitelnek a dugóját is, és most be is dugom. Szép zölden világít itt az ikon, és a kamera már el is indult. Ilyenkor be tudjuk állítani, hogy lásson. Teljesen jó. A kamera beállítása az ugye az előző kicsomagolós videóban történt meg. Ha valakit érdekel, hogy kell beállítani és mit, akkor az azt nézze meg, vagy azt is nézze meg. És most kössük is be a hátsó kamerát is. Nos, a hátsó kamerát többféleképp is beszerelhetjük. Ez az előző kamerám, ezt hátul a kárpitra raktam fel, és úgy néz ki a szövegen keresztül. Ez így ugye fixen be van kábelezve, szintén a kábel el van véve itt a gumiperem alatt, és itt oldalt az oszlopok mellett. Nos, viszont ez a kamerához is van egy jó hosszú tyúkbél, és magát a kamerát én most az üvegre
tapasztottam fel, így is lehet. És mutatom. Ha le van csukva, akkor így néz kifelé. Így akkor be lehet állítani úgy, hogy két ilyen csík között nézzen ki, és akkor abszolút nem látja a csíkot. Nyitott állapotba kell neki leghosszabb kábel, úgyhogy szerintem csak bedugom a kábelt, és ahogy így kényelmes a hossz, úgy fogom most itt elvezetni a perem alatt. Ismét használom ezt a kis carpet kanalat, ezzel gyönyörűen be tudom rakni itt a gumitömítés mögé a kábelt. Elviszem egész a széléig. Itt már be tudom erőszakolni az oszlopnak a műanyag bélése mögé. És így végig a tetőkárpit és a műanyag burkolat közé szépen végig tuszakoljuk a kábelt. Az ajtók fölött a gumitömítést használjuk rejtekül. És látjuk, hogy van itt bőven hely, ugyanis a másik kábel is ugyanitt fut, de ha szeretnénk, akkor ugye a vezető oldalon is megcsinálhatjuk ugyanezt. Nem muszáj az utas oldalon. Jó, el is értünk ide előre. Itt a többi kábellel együtt megy ide föl. Hát ilyen sok marad, de ezt kicsit összetekerem, és akkor elfér a napelemző mögött. Vagy, ha szükséges, akkor akár ide az oszlop mögé is betekerhetem. És egyszerűen csak bedugjuk. És innen kezdve a kamerán jól látható, hogy itt a sarokba már a hátsó kép is hogy vált. És így ennyit lát most hátrafelé. Tehát, ha így járunk el, akkor viszonylag normálisan el tudjuk vezetni a kábeleket, anélkül, hogy nagyon látszanának. Itt van még egy kis csavar benne, de ezt is el lehet tüntetni. És így viszonylag kultúráltan néz ki a dolog. És ugye, ahogy mutattam, első kép, hátsó kép. Nos, akkor a végére nem maradt más, mint hogy elköszönjek, és még a videó legvégére bevágok néhány felvételt, amin lehet látni, hogy mit tud a kamera éjszakai és nappali módban. Ez a videó akkor ennyi volt, találkozunk egy következő videóban. Hello, hello!